107.720 új járművet helyeztek forgalomba a 2023-as évben. Az új autók piacán is volt egy mindössze 3,4%-os visszaesés annak dacára, hogy az autóárak csökkenő tendenciát mutattak, különösen az év végére. Látható volt már 22 év végén is, hogy a piac egy picit vissza fog esni. Ez már egyébként megindult 2022 második fél évében is. Itt ugye voltak áremelkedések. 2022-ben nagyon jelentős áremelkedés történt, ez 2023-ban már nem folytatódott, a fél évig stagnáltak az árak, azután viszont elindultak lefele. Ez azt jelentette, hogy 2023 első fél évében egy nagyon jelentős forgalom visszaesésre számítottunk, ez be is következett, viszont itt 2023 év vége felé egy picit megélénkült a piac, részben köszönhető ez az árcsökkenésnek is. 16%-kal vettek kevesebb használt autót 2023-ban, mint az előző évben. Ennek egyik oka, hogy az év vége felé nagy akciókkal várták a vásárlókat a márkakereskedések, és a készletek is azonnal rendelkezésre álltak. 2023-ban most már nem kell olyan túl sokat várni az új gépkocsikra, már bizonyos modellekből azonnal van készlet, és azonnal át tudják venni a vásárlók. A használt autó az természetesen az mindig rendelkezésre áll, tehát bizonyos modellek esetén az új autók piaca ezért is megélénkült, és különösen az évvége felé. Évvégén viszonylag nagy akciók voltak bizonyos márkáknál, és ezért az új autók piaca így évvégén elég jelentősen megélénkült. Elektromos autók tekintetében is voltak változások. A szakértőtől azt is megtudtuk, hogy az év vége felé 20-25%-kal olcsóban vásárolhattunk elektromos gépjárművet, mint egy évvel korábban. 2022-ben volt jelentősebb ez az elektromos autóra váltás. 23-ban az elektromos autók piaca egy picit visszaesett, az árak viszont nagyon nagyot csökkentek. De ez annak volt köszönhető, mert 2023-ban viszont írásan 50-60%-kal mentek feljebb az elektromos autóárak, mind az új autó, mind a használt autók tekintetében. Ez 23-ban nyilván megállt ez az áremelkedés, és itt most pont 2023 év vége felé ebben is egy jelentős árcsökkenés volt tapasztalható. A Covid után elszabadultak a gépjárműárak, ami a kereslet visszaesését eredményezte. 2023 egy korrekciós év volt, és ezért olcsóbban vásárolhatunk autót 2024 elején is.